Magyarország bécsi nagykövetségén mutatkozott be Kőszeg városa és az ISZK. A bécsi magyarok mellett a helyi gazdasági és turisztikai, valamint a tudományos és diplomáciai élet képviselői is jelen voltak az eseményen. A találkozót Nagy Andor nagykövet kezdeményezte, aki Mária Rauch Kallát volt miniszterrel, az Osztrák-Magyar Társaság elnökével közösen hívta meg, amint egy 150 fős közönséget az eseményre. Az osztrák-magyar kapcsolatok nagyon jók. Szinte barátinak tekinthető, ahogy mondani szokták, jó sógorság van köztünk. Az osztrákok szívesen mennek Magyarországra, és a magyarok Ausztriába. Gazdasági, kulturális szinten is számos találkozásra kerül sor. Az Osztrák-Magyar Társaság elnökeként mindent megteszek a kulturális, gazdasági és tudományos kapcsolatok előmozdításáért. Kérdésünkre, hogy járt-e már Kőszegen, elnökasszony így válaszolt. Személyesen még soha nem jártam Kőszegen. Édesanyám viszont egy burgellandi horvát asszony, a keresztanyám, a nagynéném szintén, Lockenhaus közelében lakik, Dürnbachban, Rohoncnál. És az nincs messze Kőszeghez. Gyerekként sokat voltam ott. Nagy Andor hangsúlyozta, fontosnak tartja, hogy teret biztosítson egymás megismerésének, a hatékony együttműködésnek, Ausztria, valamint a szomszédos nyugat-magyarországi városok között. Én arra azért büszke vagyok, hogy ez egy saját ötlet volt a határmenti városok bemutatása. Remélem, hogy majd a következő, mondjuk Sopron, az ugyanilyen jól meg lesz szervezve, mint amilyen a kőszegi esemény volt, és annak is örülök, hogy Kőszeg volt az első fecske, és reméljük ez majd szerencsét hoz, és remélem, hogy nekünk is sikerül szerencsét hozni az intézetnek is, meg a városnak is, hogy minél többen fedezzék fel a szépségeit a városnak, és minél többen kerüljenek kapcsolatba az intézettel is Ausztriából. Sokszor az ember azt nem veszi pont észre, ami a szeme előtt van, vannak erre példák. Én biztatnám arra az intézetet, hogy legyen egy németes lába is, mert ez a közép-európai régió, ez inkább német orientált, és azért itt van Ausztria, Németország. Persze a tudomány nyelve inkább angol, de ebbe a térségben nagyon értékelik, ha jön egy magyar és németül beszélhetnek vele. Azért azt ne felejts el, hogy Veszprém azért nyert, mert azt az ötletet azért az intézet vitte be a gondolkodásba, hogy nem csak a városra kell koncentrálni, hanem a térségre, és hogy legyen az egész fenntartható. Szerintem ez egy jó irány, és csak így tovább. Ausztria persze sok mindenben előbbre van. Mi magyarok mindig is Ausztriát akartuk befogni, elérni. Hát ehhez még kicsit dolgoznunk kell, de tanuljunk tőlük, meg működjünk velük együtt. Itt vannak a közelben, egy kézzelfogható távolságban. Kőszeg számára mindig is fontos volt az oktatási intézményeknek a város életében betöltött szerepe. Különösen most, hogy a felsőoktatás vérkeringésébe is bekapcsolódott az ISZK-nek köszönhetően a város. Misztivec Ferenc főigazgató hangsúlyozta, hogy Kőszeg városa folyamatosan arra ösztönzi az intézetet, hogy tudományos kutatásait összekapcsolja a kulturális örökséggel és a térség gazdasági tevékenységével. Az intézet kutatói Magasházi Anikó és Kovács Ágnes ismertették az intézmény küldetését, prezentációjukban bemutatták a kutatási eredményeket és a Kraft programban megújult épületek új funkcióiról is beszéltek. A város történelmi múltját, a tradicionális kulturális programokat, Kőszeg és környékének természeti és épített örökségét Básti Béla polgármester tárta a közönség elé. Ezek fontos vonzerőnek számítanak nem csak a helyiek, de a Kőszegre látogatók számára is. Az esten fellépett Binder Károly zongora művész Bartók gyermekeknek jazz improvizációival. A művész az ISZK kutatójaként a teljes sorozatot játszotta fel lemezre, így a teljes mű nem sokára, mint CD-re kerül. Az intézettel szoros együttműködést tápol Sebestyén Ernő hegedűművész, professzor emeritus, aki Kismárton zongoraművésszel lépett fel.
az Esten áriák is megszólaltak, Soskó András és Soskóné Gráf Györgyi előadásában. A fogadáson a vendégek kőszegi, kőszeg környéki ízeket és borokat kóstolhattak. Kőszeg és az ájeszk bemutatkozása csak az első állomása volt az eseménysornak, hisz számos határmenti település tarthat érdeklődésre számot Ausztriában, a gazdasági, idegenforgalmi vagy akár a tudományos élet területén működő intézmények előtt is. Ezért Nagy Andor nagykövet azt ígérte, ugyanaz ő mandátuma lejár, vélhetően utódja hivatalba kerülésével is lesz folytatása a most megkezdett programsorozatnak. Szerintem nagyon jól jár mindenki az utódommal, Szilágyiné Bátorfi Edittel, és külön kiemelném, hogy egy hölgy lesz a nagykövet, mert azt veszem észre, hogy mi pasik mások vagyunk. Tehát teljesen máshoz viszonyulunk, másképp viszonyulunk dolgokhoz, és én úgy érzem, hogy ő a nőiségével fog tudni egy olyan szinte, egy olyan új szint hozni ide a közéletbe, amit én férfiként lehet, hogy nem tudnék. Úgyhogy én azt gondolom, jó kezekben lesz a nagykövetség továbbra is, és rá fogom őt beszélni, hogy ezt a hagyományt, hogy a határmenti városok bemutatkoznak Bécsben, ezt folytassa tovább. Az alkalom bebizonyította, az osztrák-magyar térségi együttműködés az eddiginél is nagyobb lehetőségeket rejt magában.